Arsányi Péter ismét jól összeszedett előadással készült, a téma a 100 éves Disney, lehet, hogy elsőre populárisnak tűnik, valószínűleg mert az is. Kevés olyan név van a földgolyón, melyet annyian ismernek, mint az övét. Ehhez pedig világhírű mesefigurák, mint például Mickey Egér, Donald Kacsa vagy Dumbo segítették hozzá. Az előadás cím az, hogy 100 éves a Disney, és ma szeretnék részben a Disney cégről, de sokkal inkább, talán inkább Walt Disneyről beszélni, mert hogy ezt a nevet rengetegszer emlegetjük ma is mindenféle platformok miatt, van akinek van Disney Plus előfizetése, akkor még Disney aláírásával is nap mint nap találkozhat, tehát abszolút jelen van még ma is halál után, több mint 50 évvel a szórakoztatóipar közbeszédében, és szerintem fontos, hogy nagyjából el tudjuk helyezni magát Disney-t, a személyét, de a céget is, amit létrehozott, szeretnék érdekességekre is rámutatni, hogy indult, és néhány magyar szálat is felvillantani Disney-nél, mert természetesen nála is voltak ilyesmi. A kezdetek nem voltak éppen zöggenőmentesek, de mint egy jó hollywoodi történet, ez is végül a siker irányába fordult. A sikernek az egyik receptje nyilván az volt, hogy a gyengébb, de ügyesebb, furfangosabb, szerethető kis állatfigura legyőzi nagy félelmetes ellenfeleit. Ezeknek a filmeknek ugye az az alapja, hogy van egy szerencsétlen kis ember, egy balfék, aki gyenge, és szemben áll a hatalmasokkal, meg a nagyvilággal, és a nagyvilág mindenféle kihívásával. De a vége mégiscsak az, hogy ez a szegény kisember legyűri ezeket, és győz. A vége, tehát ezeknek a burlesk filmeknek mindig happy end. És Mickey Egér is valahol ide tehető be. Egyrészt hát egy kisegér, és mégis túljár mindenki eszén. Mégis a végén valahol neki lesz igaza, és a végén még mind szívét is elhódítja. Ami a nagy történetekben a helyi közönséget egyéb más mellett gyakran megfogja, azok a magyar szálak. Disney esetében jó néhány ilyet fel tudunk sorolni. Roppant érdekes a családi háttér, a politikai irányultság és annak változása, vagy akár a második világháborúról való véleményalkotás. Lezárásként Szép Ernő írásából hallhattunk Péter előadásában, így fogadták az egykori Magyarországon Mickey Egeret, az igazi szupersztárt. A Mickey Eger már modern alak, sovány, mint a mai nők, trikóban van, mint a boxolók. A lábaskáit puffat holland facipőkbe rejtette, kezei pedig fehér kesztyűsek, akár a néger táncosokéi. Persze a két hátulsó lábánál ő már nem egyszerű kisegér, ő művész. Azon a stilizált egérfején óriási fekete fülek lebegnek, a szája füléig el van húzva, nevetésre született. Bámész nagy szemei vannak, az orra egy kövér fekete pont, mint a bohócok orra. Remek pofa a Mickey Egér. A Disney birodalom pedig manapság is a fénykorát éri, és ontja magából a kassza sikereket. Lehet szeretni, lehet nem szeretni, egyet biztosan nem, a hatásait figyelmen kívül hagyni.